Hirtelen jött az újranyitás dátuma, de a gyors szervezésnek köszönhetően sikerült időpontokat egyeztetni a vendégekkel, és újra elindult a munka ebben a szépségszalonban. Nagyon sok munkánk maradt el, télen hemlasztó kezeléseink vannak, illetve sminktetoválás korrekciós időpontok is eltolódtak emiatt. Az üzletben korábban is kiemelt figyelmet fordítottak a higiéniai szabályok betartására. Ez igazából a járvány előtt is már így volt, kérjük a vendégeket továbbra is, hogy kísérő nélkül érkezzenek, kézfertőtlenítőt nyomunk mindenkinek a kezébe a belépéskor, az utcai cipőt le kell cserélni, vagy lábzsákot kell húzni, és természetesen minden egyszer használatos eldobható, ami a vendéggel érintkezik. Az egy hónapos kötelező zárvatartás miatt ez a vállalkozás is nehéz helyzetbe került. Semmilyen támogatásban nem részesültem, de úgy tudom, hogy aki katásban folytatja, vagy végzi a tevékenységet, nekik elengedték a katát, tehát nem kell befizetni a járulékukat. Nagy figyelmet fordítottunk eddig is a higiénia betartására, és amit ezután is természetesen ugyanígy ebben a formában fogunk elvégezni, a levegő, szellőztetés, bútorok fertőtlenítésére gondolok, eszközfertőtlenítésekre, és ezután a jövőben még nagyobb figyelmet fordítunk majd arra, hogy a vendégek egyáltalán ne találkozzanak, és hagyjunk erre időt, hogy minden rugalmasan történjen, és még nagyobb odafigyeléssel tudjunk működni. A vendéglátósok azonban még mindig az életben maradásért küzdenek. Az újranyitás ugyanis az éttermekre nem vonatkozik. Egy dunántúli kis városban üzemeltetek egy nagyon családias kis éttermet. Minden hónapban reménykedünk az újranyitásban, és 14 emberemmel azon vagyunk, hogy minél előbb ki tudjunk nyitni, és ugye a vendégkörünket, ugye akik azért járnak ide az éttermünkbe, hogy egy jót egyenek, egy jót beszélgessenek, egy családias környezetbe, úgy gondolom. Sajnos ezt nem tudom, mikor tudjuk lehetővé tenni, mert ez a bizonytalanság már ugye lassan 6-7 hónapja velünk tart, amit ugye nem is értek, mert ennél tisztább, higiénikusabb hely nem is kell, mint egy étterem, és ezért már az összes vendéglátós kollégámmal már nagyon kivagyunk, nem tudjuk, hogy mikor lesz ennek vége. A kiszállítás és az elvitelre történő rendelés jóval kevesebb bevételt hoz. Az a baj, hogy nagyon sok vendéget elveszítünk ezzel, hogy sajnos nem tudnak annyi, nincs olyan anyagi hátterük most ebbe a helyzetbe, hogy minden nap rendeljenek tőlünk egy kimondott ételt, amit szeretnek. Akciós ajánlatokkal próbálják megtartani a vendégkör nagy részét, emellett pedig reménykednek, hogy hamarosan ők is újra kinyithatnak.